Kedves nézőim, Mózes első könyve 37. része beszámol József álmairól és arról, hogy testvérei eladják őt rabszolgának Egyiptomba. A 37. rész első versétől olvasom az igét a 7. versig. Jákob pedig lakozott az ő atya bújdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzött, bojtár volt Bilhának és Zilpának az ő atya feleségeinek fiai mellett. És József rossz híreket hordott felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsepet, mivel hogy vén korában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott néké. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk milyen minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzászólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak. És azok annál inkább gyűlölték őt, mert mondanékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Ime kévéket kötöttünk a mezőben, és ime az én kévém felkelt és felállott, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És mondának neki az ő bátyai, vagy király akarsz-e lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-e rajtunk? És annál inkább gyűlölték őt álmaiért és beszédéért. Kedves nézőim, az Isten nélküli családok története mindig bűnök története. És egyetlen bűn sem áll önmagában. A bűn mindig újabb bűnöket szül. Izsák és Rebeka nem voltak egyek. Gyermekeiket sem egyformán szerették. Jákob volt a mama kedvence, Ézsau meg a papa kedvence. Rebeka visszaélt férje korlátoltságával, vakságával, és kiátszotta őt a színfalak mögött. Ézsau ja, Izsákhoz vonzódott, meg Izsák Ézsau felé vonzódott, mert szája szerint íze volt a vad. Rebeka pedig Jákobot tartotta kedvencének. A csalás érthető módon bosszúvágyat és gyilkos indulatot váltott ki Ézsauból, ezért kellett Jákobnak elmenekülnie hazulról. Lábánnál aztán meg kellett tanulnia, hogy őt is becsapják. Leát kapta feleségül első ízben, aztán további hét év szolgálatáért megkapta Rákhelt, akit szeretett. Amit vet az ember, azt aratja is, mondja Pálapostól a bűnnek előbb-utóbb viselnie kell a következményeit, aki azt elköveti. És ezek a bűnök kihatnak a család többi tagjaira is. Figyeljük meg Józsefet és a cifraruhát, Józsefet és a rossz híreket, meg Józsefet és az ő álmait. Józsefet apjával való kapcsolatában látjuk itt. Egy darabig ő is testvéreivel együtt vigyázott a jókra, de aztán nem ment ki többé velük. Otthon maradt, mert apja otthon tartotta, a cifra ruhában nem lehetett és nem is illett dolgozni. A cifra ruha az örökösnek járó ruha lehetett. Apja őt szemelte ki örökösnek. Júdáé lett a fejedelmi jog, Józsefé az örökségi áldás, ahogyan azt olvasuk a Krónikák első könyvében, az ötödik rész második versében. Mert Júda tekintélyesebb volt az ő testvérei között, és ő belőle való volt a fejedelem. Hanem az első szülötségnek haszna lett Józsefé. Jákob is ugyanúgy kivételezett gyermekeivel, mint ahogyan születették. Józsefet jobban szerette a többieknél. Ezért tartotta őt otthon és varratott neki cifra ruhát. Miért tette ezt? Mert öreg korában született fia volt. Meg azért is szerette jobban Józsefet, mert a József anyját is jobban szerette. Ő csak is Rákhelt szerette. Őt akarta elvenni feleségül, de az apósa rászette, és a nász éjszakán derült ki, hogy szerelmesének nővérét adták hozzá feleségül. Kérdezhetjük azt is, hogy miért csaphatta be lábán Jákobot. Azért, mert Jákob is becsapta tulajdon édesapját. Igaz, édesanyja tanácsolta neki, de együtt vitték véghez a csalást, hogy az első szülőtre szálló apai áldást végül megszerezze. Jóke, József nem magától döntött úgy, hogy otthon marad, hanem az apja tartotta őt otthon. A ruháit is ő varadta neki, nem gondolva, hogy ezzel a testvérei haragját és iricségét felgerjeszti. A József életlensége megmutatkozott lépte nyomon. Egyrészt talán mondhatnánk, hogy igaza van. De ha jobban meggondoljuk, akkor mégis azt kell mondanunk, hogy még sincs igaza. Az, hogy hordta a cifra ruhát, amit apja varratott neki, az rendjén lett volna, a ruha arra való, hogy hordják. De mégsem volt igaza, hogy így hordta, mert felingerelte vele testvéreit. Mondta, mondhatta volna, hogy én sem hordok külön ruhát, mint a testvéreim, és nem bőszítem őket a cifra ruháimmal. Ha nekik ennek a ruhának puszta látványa is fájdalmat okoz, vagy indulatokat kavar, gerjeszt, akkor ne is lássák rajtam. Inkább hordok én is olyat, amilyet ők hordanak. Pálapostól kijelenti, megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem, hogy méltatlanná ne legyek. Konkrétan mit jelentette ez a megsanyargatás Pálapostól életében? Talán azt, amikor nem fogadta el a gyülekezetek anyagi támogatását, hanem saját kezével kereste meg mindennapi kenyerét, akkor megsanyargatta testét. Vagy amikor lemondott bizonyos eledelek fogyasztásáról, hogy senkit meg ne botránkoztasson akkor is megsanyargatta testét. Amikor keresztény szabadságában a kényelmetlent, a nehezet választotta, megsanyargatta a saját testét. A gyerekekre viszont jellemző az ilyenféle dicsekedés, hogy az én játékom jobb, mint a tied, az én apukámnak jobb kocsija van, nekem van a cipraruhám, nektek nincs cifraruhátok. Ez mind az életlenség jele, és nagyon gyerekes dolog volt. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak? Bizonyára ebben is igaza volt Józsefnek, és mégsem volt igaza, mert ha azok a hírek igazak voltak is? Nem biztos, hogy azokat mind el kellett volna mondania otthon a testvéreiről. Előbbre vitte ez valamit? Segített ezzel valakin, főleg azokon, akikről a rossz híreket vitte? Nem. Vajon elmondta-e nekik is, hogy nem helyesli, amit tesznek? Fájta -e nekik az, hogy a testvéreiről rossz hírek járnak. Imádkozott te értük. Vagy tartott te önvizsgálatot, hogy vajon róla nem lehet-e olyan rossz híreket mondani? Nem inkább arról volt e szó, hogy feketére festette a többieket, hogy ő látszik fehérebbnek, nem olyan sötétnek. A Krisztusi lelkület azt mondja, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek nem pedig az, hogy alig várom, hogy valami bántó pletykát híreszteljek a másikról. A súlyos apai hiba a kivételezéssel oda vezetett, hogy amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Minél jobban szerette Jákob Józsefet, annál kevésbé szerették a testvérei. Illikkedni kezdtek tehát ráját. Ő bezzeg hétköznap is ünneplő ruhában jár, ami bőrünket meg kicserzi a szél, veri az eső, égeti a nap. József otthon lepzsel, és henyél, és ha ide jön, akkor rossz híreket visz rólunk. Az irigység, a gyűlölet, a keserűség, a harag egyre halmozódott a szívünkben József szemben. És odáig jutottak, hogy egy jó szót sem tudtak szólni hozzá. Mi lakik a szívünkben? Milyen a nézésünk? Megtörténik el, hogy a szemed azért gonosz, mert a másik emberrel Isten valami jót tett. Ami benned lakozik, az előbb-utóbb kiderül, mert kiömlik majd onnan. Láthatjuk József kapcsolatát Istennel is, amikor álmokat álmodott. József álmai is bizonyára igazak voltak, de az, ahogyan azokat kifecsegte, abban nem volt igaza nem kapott parancsot arra, hogy így dicsekedjen az álmaival a testvérei és a szülei előtt. Isten kezdte őt beavatni az ő titkaiba. Kezdte tudomására hozni, hogy mire választotta el. De kiderült, hogy József még éretlen a nagy küldetésre. Józsefnek nincs bölcsessége a kapott kijelentéshez. Nem érzékelte, hogy mennyire hergeli és bosszantja testvéreit, hogy az apja vele így kivételez. Látni sem akarták a cifra ruháját. Jó szót sem bírtak szólni neki, és József nem érti, hogy ez miért van. Hát még az álmai. Isten terve csak ugyanaz volt, hogy József a család megmentője legyen. Azok az álmok valóságosak voltak, de akkor hol volt a baj? A baj ott volt, hogy József ezzel dicsekedett. Nem maradt alázatban. A, a cifra ruha is ingerelt, hát még a dicsekvő szavak. A lelki érettség egy belső ajándék. Egyik ismertető jegye éppen az, hogy tudod, mikor kell beszélni és mikor kell hallgatni. Nem a magam érdekében beszélek vagy hallgatok, hanem mások érdekében. Manapság egy egész nemzedék nő fel anélkül, hogy éretté válna. Éretlen felnőttek lesznek, akik nem tudnak várni, nem tudnak tűrni, nem tudnak lemondani, áldozatot hozni, megalázkodni. És ez a helyzet, sokakat megbotránkoztat, és fel is háborít. Az életel ember követelőzik, és hálátlan, még Istennel szemben is, pedig Isten nem tárgyakat, ajándékokat kínál nekünk, hanem önmagát adta a kereszten, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Mindent? De csak vele együtt? Ha neked Jézus nem kell, akkor nem kapsz semmit. Ne érjük be kevesebbel. Ne akarjunk kevesebbet. Jézust és vele együtt mindent. Amen.